Szabadka mellett történt Kujundzsik Béla balesete, aki lovaskocsiával éppen fuvarozott, amikor hátulról elütötte egy autó. Több bordája és alába is eltört, nem tudja tovább végezni munkáját. A szekerét vontató lovat meg tudták menteni, mivel megsérült, állatorvosi kezelést igényelne. Se víz, se áram sincs a szabadkai házukban, ahol élnek. A történtek miatt a család fő nem tud dolgozni, így csak a havi 12.400 dinár szociális segélyből tengődnek. Kislányuk Martina sokszor a nagymamánál van, mert tüzelőre sem futja a családnak. Sokszor fáznak a hideg téli éjszakákon. Gyűjtögetésből próbálják az államtól kapott támogatást kiegészíteni, de ilyen körülmények között már nem bírják segítség nélkül. Mikor volt fuharam. Évente volt egy három puhara, szedtem a szekundárnyi szirolinát, meg ilyesmi, ilyen apróságból, plastikát, vasat, meg ilyesmit, amit védtem, meg mentem trimmelre, kaszálni a lónak, meg ilyen dolgokat. És most akkor az orvosok azt mondták, hogy gyakorlatilag fél évig vagy, amíg meg nem gyógyul, addig nem végezhet Igen, azt mondták az orvosok, hogy nem bírok mindjárt dolgozni. Legfőképpen tűzifára, tartós élelmiszerekre, ruhákra volna szükségük, emellett egy áramfejlesztőre, hogy legyen áram a házban. Elfogadnak építőanyagokat is, amelyel a tavasszal megkezdett vizes blokkot és a konyhájukat be tudnák fejezni. Ha van tűzifa, aki bírna adni, aki jó lelkű, akkor én begyújtok, de hogy gyorsan a kislánynak, hogy megbírnám főzni az, ami neki szükséges egy gázpalack, nem vagy nem egy gázrezsó. Most is beteg volt. A házas házaspár minden adomány szívesen fogad, aki csak teheti segítsen, hogy könnyebb lehessen számukra az előttük álló ünnep. Aki felajánlást szeretne tenni, megteheti a 061 131 2918 as telefonszámon, amelyen a házaspár mindkét tagja elérhető.